Két év kihagyás után idén újra megrendezték a Mözsi Kelt Kalács Fesztivált. A rendezvény, ami 7 éve indult, elsősorban a mözsi német hagyományok ápolását szolgálja. Az a Mözsi Kervastrudel Fesztivál, Kelt Kalács Fesztivál magyarul. Mözsön a Kervastrudelt sütötték különböző ünnepi alkalmakra. Ezt sütötték kakaósan, diósan, mákosan, és ez egy hagyomány Mözsön, és a Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015-ben ennek apropóján létrehozott egy fesztivált. Hoztak süteményt a Mözsi Német Nemzetiségi Klub, a Zöld Kert Óvoda Mözsről és a Nyugdíjas Klub Mözsről. Az összetartás, a hagyományok ápolása, egy találkozó, sokan örülnek, hogy találkoznak újra. Elsősorban a közösségformálás. Ez sajtos, ez turós, ez töpörtyűs. Természetesen a sós és édes élesztővel készült kelt tésztákból sem volt hiány. A diós, mákos, turós kalács, töpörtyűs pogácsa, virslis, párna, turós batyú, ez diós, vaníliás, csiga, sajtos sörkifli, ez almás lepény, az meggyes, szilvás mákos, és ez meg kókusztekercs. Ez az igazi, echte meserkvecsa kalács, amit a nagyanyáink, ősanyáink még a Bajorországból betelepítéskor hoztak magukkal, és ez annyira őrizte a hagyomány jellegét, hogy Mözsön szilva idején, vagy szilva érés idején nem volt olyan családi ház, ahol ezt a fajta kvecsakalácsot nem sütötték. Keltészta az alapja, a szilva félbeva ki van magozva, abból nincs ez az igazi lekvár főzve, csak úgy félig, és úgy a lekvárnak megfőzve, az kihűlt, és a keltészt, amikor megvolt, azt rá lett téve, és darált mákkal, cukros darált mákkal, gazdagon megszórva, és úgy megsütve. És az az igazi, mikor igazából kanállal lehet edni, mert olyan sok finomság van rajta. Igen, és ez a mözsi kvecsakalács. A programot idén a helyi óvodások, a Vosinszky Mor általános iskola diákjai, a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara és a Hartai Hagyományőrző Német Egyesület előadása színesítette. 6. alkalommal, 2015-ben volt először, aztán ugye volt a pandémia, és akkor nem lehetett rendezvényt szervezni, nagy rendezvényeket, és akkor idén, hál' Istennek, újra meg tudtuk szervezni.